Munkalátogatást tartott Kárpátalján Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának munkacsoportja. A küldöttek hétfőn magyar tannyelvű iskolákba látogattak el, kedden a Beregszászi kistérség vezetőivel találkoztak, majd a kárpátaljai magyar iskolák képviselőivel értekeztek a Beregszászi Művelődési Házban. A programsorozat csoportbeszélgetésekkel folytatódott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán tantervek, tankönyvek és az ukrán nyelv oktatása témakörében. Igyekeztünk úgy összeállítani a kerekasztal munkáját, hogy bemutassuk a minisztérium képviselőjének és a pedagógiai akadémia képviselőjének is azt, hogy mi ezt a kérdést komplex módon szeretnénk tárgyalni. Úgy gondoljuk, hogy az ukrán nyelv elsajátítása, ez nem lehet egy kiszakított kérdés a teljes iskolarendszerből, szerves része. Semmiképpen nem az a megoldás ebben a helyzetben, hogy ukrán nyelvet tanítunk csupán az egész állami általános középiskolai szinten, mert ez része kell legyen a képzésnek. Célunk, feladatunk ezeknek az iskoláknak, hogy megtanítsuk megfelelő szinten ukrán nyelvre a gyerekeket, de szeretnénk minőséges oktatást biztosítani, és csak ezt úgy lehet, hogyha valóban egy jól átgondolt, jól struktúrált tantervet állítunk össze. Ezekben igen sok újítás van a minisztérium részéről. Több mozgásteret biztosítanak, a gond inkább ott van, hogy néhány dolgot csúsztatnak. Mikor azt mondja a minisztérium, azt kínálja, hogy mozoghatunk minimális és maximális óraszámok között különböző oktatási hálók, belül, közben nem hívja fel a figyelmet, vagy nem mondja el akár gondolom magyarországi partnereknek is, hogy leszabályozza, hogy hány százalékban kell ukrán nyelven tanítani bizonyos tantárgyakat. Ezekről esett elsősorban szó, és leginkább ez váltott ki indulatokat, vagy hozzászólásokat, hogy akkor hogy is valósítsuk meg azokat a bizonyos százalékokat, mi szerint például a 9. tehát az általános iskola végére 40%-ban kell ukránul tanítani az iskolásokat. El kell mondjuk azt, hogy a minisztérium két tantárgyat szabályoz, amiben megszabja, hogy heti hány órában kell tanítani, ez az ukrán nyelv, irodalom és a testnevelést, ezekhez nem lehet hozzányúlni. Az összes többi órán számban van mozgás lehetőség, azonban az az óraháló, amit a minisztérium kínál, például a nyelvi irodalmi műveltségi területen felkínált óraszámnál annyira kicsi, mivel ukrán nyelvre és más nyelvre szabott, hogy valóságosan az anyanyelvi oktatást és az idegen nyelvlást, angol nyelv oktatását ebben az óraszámban nem lehet megvalósítani csak úgy, ha más műveltségi területektől veszünk el, vagyis azokat minimalizáljuk, és még így is csak úgy tudjuk elérni a bizonyos 40%-os szintet, ha több tantárgyat, mondjuk így, beáldozunk, és ukrán nyelven kell majd tanítani. Az egy pozitív dolog volt, és talán egy picit segít jobban megérteni, hogy lehetőség van az iskoláknak tantárgyakat nem teljes egészében ukránul tanítani, hanem csak a heti 3 órából például 1 órát. Ami bizonyára járható út egy testnevelés tantárnál, akár lehet, hogy járható egy technológia óránál, de ha egy iskola, mondjuk Beregi Középiskola, a szövészetet veszi alapul, ami egy néphagyományokra épülő tantárgy, akkor ott elég nehéz elképzelni, hogy egyik órán magyarul szövünk, másik oldalán pedig ukránul, vagy ugyanúgy egy biológia óra a heti 2 órájából egyik órán magyarul, másikon pedig ukránul. Tehát a minisztérium azt mondja egyrészt, hogy demokratikusan közelíti meg, s hát ilyen szempontból ez valóban az, a valóság pedig igazából inkább az, hogy az oktatás minőségének rovására fog ez menni, hogyha bizonyos tantárgyakat nem csak anyanyelven lehet tanulni.